Backstage Live, harmadik amatőr zenekarok versenye, hatás alatt vagyok, meg itt van a hatás alatt zenekar velem. Szevasztok! Szevasz! Hello! Most már így a neveteket mindenki tudja, most azt kéne, hogy egy picit ismertessétek a nézőkkel azt, hogy milyen zenét játszottok, ki milyen hangszeren és mióta vagytok együtt. Hát a zenekar 2003-ban alakult, hát szerencsi banda vagyunk nagy részt, tehát bár most egy kicsit alakult így a tagoknak az összetétele, így ő az egyetlen tagunk, Attila, ő tokai, amúgy az összes többi tag szerencsi. Mint említettem, 2003 óta van a zenekar, és hát igazából így a stílusról mit lehetne elmondani. Hát ez fontos lenne, mert ide az van nekem írva, hogy Igen, rock stílus, de hát ez egy eléggé tág fogalom maga a rock. Hát hogyha lehetne hasonlítani, akkor hát úgy szokták általában, hogy a tangcsapda jellegű, de attól egy kicsit keményebb így valamivel. Aha, tehát ez dupla tangcsapda, hát vagy igen, olyas, óriás tangcsapda, vagy nem tudom. Amikor elkezdtek együtt játszani, akkor már ez volt az eredeti felállás, vagy azóta változott valami a zenekarban? Hát... Válaszolt bárki, tehát nyugodtan lehet. Nagyon sokat változott a felállás, én nemrég kerültem be a bandába, de szerintem a létezés óta ismerem a hatás alatt zenekart. Tagcserékről annyit, hogy volt először egy felállás, hogy volt egy lány dobos, volt egy gitáros énekes. Elég sokáig vitték így a srácok a bulit, de ez így véget ért. És most szerintem megtalálták az eddigi legjobb felállást. Legalábbis sokan mondják, hallottam vissza, hogy az eddigi legjobb felállást... Persze, mert most benne vagy ilyen. Nem csak piattam, de így most nagyon jó a csapat. Figyelj, így. Úgy szerveződött mindig a zenekar, hogy hát igazából úgy van itt mindenki, hogy szeret zenélni, meg lelkesen csinálja, és aki esetleg ezt már nem így gondolta, vagy nem tett hozzá annyit a dologhoz... Egyszerűen kidobtátok. A Tiszába. Igazából ez hosszú folyamat volt, mert nem úgy volt, hogy na, nem jöttél, és akkor már másnap kiroptunk, hanem ez hónapokig ment, és amikor már tényleg láttuk, hogy nem megy úgy a dolog, akkor jött a váltás. Na és akkor milyen hatást alá szeretnétek keríteni a zsűrit? A zsűriben ugyanis van két dobos, aki a dobosokra kifejezetten oda fog figyelni. Ki is a dobos? Két dobos is van a zsűriben. Téged ez inspirál, vagy inkább megijeszt? Hát nem ijeszt meg semmiképpen, szerintem. Hát... lesz, ami lesz. Tanultál dobolni valaha, vagy saját? Tanultam. Zeneiskolai szinten is, meg egy zenei főiskolára is jártam egy-két évig. Egy-két évig, aztán utána jól abba hagytad. A többiek, tehát egy kicsit beszélünk a zenekarra, hogy ki mit csinál. Te dobolsz, azt már megtudtuk. Aztán a következő mellette dőle. Hát én lennék a zenekar basszusgitárosa. Hát én is több mint 5-6 évig iskolai szinten nyomtam a bőgőzést. Hát utána meg ilyen saját képzésszerűen, hogy amit tudtam. Én a zenekar szólógitárosa volnék. Hát 8 évet zongoráztam, utána most egy olyan 3-4 éve foglalkozom intenzívebben a gitártanulással. És melyik a jobb, a zongora vagy a gitár? Sokkal jobban szeretem a gitárt. De miért? Mindenki gitáros akar lenni, pedig a zongora az egy remek hangszer. Igen, egyáltalán nem foglalkoztatott az egész téma, de most így teljesen csak a gitár megélek. Például Presser Gábornak van egy olyan gitárja, ami zongora. Tehát úgy kell rajta gitározni, mint a zongora lenne. Vagy úgy kell rajta zongorázni, mint a gitár lenne. Lehet, hogy azt kéne. Nem gondolkoztunk, de lehet, hogy majd kipróbáljuk mi is. Te vagy... Januártól betöltöttem az énekes szerepet a hatás alatba. Én eredetileg egy énekes gitáros vagyok. Inkább az egész zenei pályafutásomat gitárral kezdtem, de... mindig is énekelt az ének gitár, de most betöltöttem a szerepet januártól a hatásolatba, csak ének. És akkor te, legutolsó sorban? Én pedig sorban. A zenekarban ritmusgitáros szerepet töltök be. Hát, mióta én pedig ő a főnök is. Mit tudtad? Igazából, hogyha már említettük a tangcsapdát, akkor olyan szinten is hasonlít az a banda, hogy az eredeti felállásból már csak én vagyok úgy, a többiek azok úgy mindig később. Oké, köszönöm szépen, én pedig a műsorvezető szerepét töltöm be, meg nem sokára majd egy pohár sört is be fogok tölteni. Kedves nézők, ez a Backstage Live a Főhérről. Szevasztok!